amelyet most le kell folytatnunk, ez a szolidaritás projektje. Quien quedan dos minutos, el señor Tamás Deutsch. Köszönöm szépen, most pedig Deutsch úr következik képpátra. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt Maystadt elnök úr, Rén biztos úr, engedjék meg, hogy én magam is megköszönjem képviselőtársaimnak, elnök úrnak, biztos úrnak ezt az értékes vitát. Három megjegyzést engedjenek meg így a több hónap óta tartó, alapos és szerintem értékes előkészítő munka végén a mai szavazást megelőzően. Ahogy Monte Cuccoli fogalmazott több száz esztendővel ezelőtt, a sikeres háborúhoz, a háború sikeres megvívásához pénz, pénz és pénz kell. Nyilvánvaló, hogy mindannyiunkat érintő gazdasági problémák megoldásához munkahelyteremtésre és munkahelyteremtésre van szükség. Fontos, hogy az Európai Beruházási Bank eddig is ezt a célkitűzést szem előtt tartotta, és a mai vita is megerősíthet mindenkit abban, hogy továbbra is partnere lesz mind az Európai Parlamentnek, mind pedig a bizottságnak, a tanácsnak ebbeli törekvésekben. Fontosnak érzem azokat a képviselő észrevételeket, amelyek a válság érintette uniós tagországok felé forduló nagyobb beruházási banki figyelmet szorgalmazzák. Azt gondolom, hogy itt is nyitott kapukat döngetünk. És végül, de nem utolsó sorban, az Európai Beruházási Bank unión kívüli hitelezési politikájával kapcsolatos felhatalmazás tekintetében én fontosnak érzem azokat az észrevételeket, amelyek most hangot kaptak itt a plenáris vitán is, amely észrevételek az unióval határos európai országok támogatásának, hitelezésének a fontosságát húzták alá. Ukrajnát említették, illetve a balkáni térséget, én magam is egyetértek ezekkel. Végül, de nem utolsó sorban engedjék meg, hogy két úriember nevét most itt a vita végén megemlítsem. Ilyenkor mindig az intézmények vezetőit szokták elismerő szavakkal illetni. Én gratulálok természetesen az eddigi munkához Maystadt elnök úrnak, de engedjék meg, hogy de Kryank úr és Brito úr munkáját is megköszönjem, akik kiváló partnerei voltak az Európai Parlamentnek, és végül, de nem utolsó sorban engedjék meg, hogy köszönetet mondjak képviselőtársaim együttműködésének, közös munka volt, közös a siker is. Köszönöm szépen a figyelmüket. Grazie, señor Deutsch. Köszönöm szépen, Deutsch úr, és gratulálok a munkájához. Hans Peter Martin kért szót is.